Az év marketing aktív vállalkozása díjat kapta a Móricz Zsigmond Színház, illetve ötszörös marketing gyémánt díj tulajdonosa lett. Az elismerések mellett egy fontos fejlesztést is bejelentettek a napokban, a témával kapcsolatban pedig vendég a stúdióban Kírják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Először is gratulálok! Köszönjük szépen! Miről szól ez a díj? Árulja nekünk! Tehát 6 díjat kaptunk összesen, 5 díjat különböző kategóriákban, de amire igazán büszkék vagyunk, az magának a marketing szövetségnek a fődíja, ez a marketing aktív díj. Tehát úgy ítélték meg, hogy a színház, mint non-profit Kft., ugye egy vállalkozás, és ebben a tekintetében a legaktívabb, illetve a legkreatívabb reklámokkal dolgozott marketing területen. Színház, mint vállalkozás. Hát igen, ha jól tudom, akkor ez különlegesség, hogy egy színház kapta meg ezt a díjat, tehát nem szokványos ebben a kategóriában. Így van, soha nem kapta még meg, információink szerint színház ezt a díjat. Nagyon meglepett minket, tehát meg kell mondjam, hogy egyáltalán nem számítottunk rá, hogy ezt a díjat meg fogjuk nyerni. 6 kategóriában jelöltük magunkat. Már attól is boldogok lettünk volna, hogyha egy kategóriában megkapjuk ezt a gyémánt elismerést, ehhez képest a 6-ból 5-öt megkaptunk, és még a fődíj hozzá, tehát abszolút meglepetés. Minek köszönhető ön szerint mindez? Természetesen az a rendkívüli nagy munka, amit, és energia, amit a marketingre fordítunk, az a bírálóknak is érezhető volt. És valószínűleg, hogy azok a számok, amit évről évre produkál a színházunk, gondolok itt a nézőszám növekedésre, a bérleteladások növekedésére, vagy akár a jegybevételnek a folyamatos emelkedésére is. Tehát ez mindenképpen összefüggésben van azzal, hogy egy hatékony marketing stratégiát folytatunk. Tulajdonképpen hát akkor a kinevezésem, is megmutatkozunk. Így van. A kinevezésem óta nagyságrendekkel több pénzt költünk marketingre, ami egyébként a jegybevétel bőven visszahoz. Igen, akkor nézzük, hogy miért van szükség egyáltalán marketingre ön szerint egy színház életében is. Mert hogy egy vállalkozás életében azt szerintem úgy nagyjából tudják a nézők. Igen, tehát azt talán sokan viszont nem tudják, hogy én közgazdász végzettséggel rendelkezem, és természetesen a gazdasági dolgokat szem előtt tartom. Biztos vagyok benne, hogy akkor működik hatékonyan egy színház, hogyha nem csak remek előadásokat készít, hanem ezeket az előadásokat el tudja juttatni a nézőinek, és meg tudja győzni őket arról, hogy igen, itt tényleg nagyon jó előadások vannak, és érdemes az estét a színházzal tölteni. Ezt is mindenkinek el szoktam mondani, hogy a színháznak nem, főleg a nyíregyházi színháznak nem más színházakkal kell megküzdenie, tehát sokan azt gondolják, hogy nincs konkurenciája a színháznak, de egy baráti sörözéstől, egy moziig, minden esti program a mi konkurenciánk, tehát igencsak hatékonynak kell lennünk ahhoz, hogy meggyőzzük az embereket, hogy az adott estén mi vagyunk a legjobb program számukra. És a marketing ebből a szempontból nem ablakon kidobott pénz? Én soha nem érzem a marketinget ablakon kidobott pénznek, mert hogyha nem tudnak az emberek ezekről az előadásukról, nem hívjuk fel a figyelmüket rá, hogy ilyen van, akkor esélytelen, hogy ez eszükbe jusson. Nyilván megvannak a törzs vendégeink, de növekedés biztos, hogy nem lenne akkor, hogyha marketing nélkül próbálnánk ugyanezt csinálni, illetve sokkal lassabb lenne. A kínálat szempontjából miért fontos? Fontos a marketing? Mármint az a tekintetben, hogy milyen előadásokat kínálnak a közönségnek. Hát mindenképpen itt is fontos, hogy felhívjuk a figyelmüket címekre, színészekre, rendezőkre, és egy-egy jó cím például rengeteget számíthat bérleteladásnál. Ugye én művészeti vezetővel, művészeti tanácsadóval hónapokon keresztül tervezgetek egy-egy évadot, és sokszor egy jó cím is számít a bérletértékesítésnél, és van, hogy azért cserélek le egy-egy előadást, mert úgy ítélem meg, hogy a
a cím az nem elég vonzó és nem elég figyelemfelkeltő. Beszéljünk egy másik fontos dologról, ugyanis a napokban jelentették be, hogy tovább fejlődik Nyíregyháza kulturális negyede. Hát először is akkor ezt a fogalmat tegyük tisztába, kulturális negyed mit akar? A kulturális negyed tulajdonképpen a Benczúr tér és a Bessenyei tér szomszédjában lévő kulturális intézményeket jelenti. Természetesen a Jós András Múzeum, természetesen a Móricz Zsigmond Színház, amik már működnek, a nemrég átadott szabadtéri színpad, illetve a Kálai kúria. Ezeket tervezzük most egy ötödik elemmel bővíteni, ez pedig az új nevén a Színbád lesz. A Színbád pedig egy fantázia név is lehetne, de mindenképpen egy olyan nevet próbáltunk találni a korábbi Tiszti klubnak vagy Hemónak, ami Nyíregyházához is és a színházhoz is kötődik. Hogyan? Maga hogyan az épület elfogítani? Egy színház történeti múzeum lesz, tehát minden egyes helységét színházi relikviákkal fogunk feldíszíteni. Ehhez jön még a színházi jegyiroda, ami az Országzászló térről fog átköltözni a színház szomszédságába. Egy étterem lesz kialakítva, egy rendezvényterem, illetve a fő attrakció egy 3D-s mozi lesz, 36 fotellal, és ebben a moziban pedig színház történeti korokat bemutató filmeket fogunk játszani. Emellett lesz még egy kis pódiumszínpad a kerthelyiségben, ahol a nyári hónapokban is igyekszünk színház történeti előadásokat bemutatni. Várható, amikorra valósul meg? Reményeink szerint szeptemberben megnyitja a kapuit. Uh-huh. És akkor ezt rendezvénnyel is fel kell tölteni? Így van, tartalommal is nekünk kell megtölteni. Szép kihívás lesz ez is, de megvannak a terveink. És ha már tartalom, most hétvégén premier szombaton. Így van, az évad legnagyobb volumenű előadására készülünk. Szentevajk negyedik rendezése lesz látható. Egyenest a Broadwayről és a West Endről érkezik Nyíregyházára 9-től 5-ig című musical. Ezt Magyarországon még soha senki nem mutatta be, tehát ősbemutató Magyarországon. Nagyon bízunk a sikerben, és tényleg rengeteg energiát és anyagi ráfordítást fektettünk ebbe az előadásba. Így legyen, sok sikert hozzá. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük, hogy itt volt nálunk.